Köszöntöm Önöket, a Kultúrpontot látják. A máig legismertebb magyar operaénekes Simándi József posztumusz díszpolgári kitüntetést kapott a Hegyvidéki Önkormányzattól. A művész évtizedekig élt családjával a Mártonhegyi úton. Simándi József jövőre lenne 100 esztendős. Erre az alkalomra a Magyar Állami Operaház a Simándi 100 programsorozattal készül. A Felső Krisztina Városi Plébánia kórusa is fellépett a MOM Kulturális Központban rendezett díszpolgáravató ünnepségen. A kórusban Simándi József 6 unokája is énekel. Az operaénekes özvegye Hegedűs Judit balettművész vette át a posztumusz díszpolgári kitüntetést Pokorni Zoltán polgármestertől. Simándi Józsefet Szőnyi Erzsébet zenepedagógus, a nemzet művésze a Hegyvidék díszpolgára méltatta. Simándi József végigélte az elmúlt századot. 1916-ban született, jövőre lenne 100 éves, 1997-ben távozott el az örökké valóságba. Operaénekesi pályafutását Szegeden kezdte, majd a budapesti Sugárúti palotába folytatta. Emellett Európa jelentős operaházaiban és hangversenytermeiben aratott elismerést. Fia Simándi Péter által közreadott riportok, írások között édesapja hitvallásaként a következőt olvashatjuk, idézem. Kirándulásaim voltak idegen országokba, idegen színpadokon. Mindehez marasztaltak mindenütt, szerződést kínáltak a bécsi operába, Münchenben is marasztaltak. De én olyan emberfa vagyok, amely ide gyökeredzett, számomra az igazi öröm magyar közönségnek énekelni. Meggyőződésem, hogy a művész nem csak szórakoztat, hanem művel is. Simándi József 34 évig élt családjával a Mártonhegyi úton. Pokorni Zoltán polgármester köszöntőjében elmondta, a Hegyvidéki Önkormányzat egy régi adósságot törlesztett a díszpolgári cím adományozásával. Manapság szokták mondani, hogy az létezik, aki a televízióban látható. Ugye ne felejtsük el, hogy Simándi József azelőtt lett nagyművészé, mai kifejezéssel sztárrá, hogy Magyarországon televízió lett volna. Mi ebben nőttünk föl. Ez köt minket össze, vagy ez is összeköt minket. És az, hogy még mellesleg ő egyébként itt élt a Hegyvidéken, és a mi társunk volt a kerületben, az pedig egy szívet melengető jó érzés. Alkalmas arra, hogy belőlünk állampolgárok, meg adófizetők, meg lakosok helyett itt élő honpolgárokat, barátokat, notabene közösséget formáljon. Ezt köszönjük Önöknek, mert ez jó az itt élőknek, hasznunkra van. Tehát nem csak az adósságot teljesítjük, vagy töltjük be, hanem az ő művészetének az erejével magunkból formálunk valamivel többet, mint egyszerűen akik vagyunk, közösségé tudunk válni általa. A máig legismertebb magyar operaénekesről szinte mindenkinek Erkel Ferenc bánkbánya jut eszébe. Bárki azt a feladatot kapja, hogy egyetlen egy darab tenort, sőt, talán egyetlen egy darab énekest, magyar énekest nevezzen meg, akkor valószínűleg a válaszok 90%-ánál Simándi József volna ez a név, akit akkor bárki megnevez. Simándi József hagyatéka máig él a szakmabeliek körében. Az operaénekes néhány évig a Zeneakadémián is tanított. Tanítványaitól ugyanazt a fegyelmet és pontosságot várta, amit önmagával szemben is megkövetelt. Szoktam néha a növetékeimnek említeni, hogy ez a skála ettől a tanártól, attól a tanártól, hát az ő skálája is ott vannak a
az órákon, így az ő szelleme is. Úgy érzem, hogy mi egymást építjük. A mesterek építik a növendékeket, és ha megadatik, abból újra mester lesz, és ő építi a következő generációt. Így marad ő mindig meg közöttünk, mint művész és mint énekmester is. Felesége Hegedűs Judit balettművész erős támaszként állt a művész mögött. Három gyermekük, Péter, Judit és Katalin pedig a legnagyobb tisztelettel tekintenek édesapjukra. Felejthetetlen előadások is voltak, és felejthetetlen élmények. És akkor milyen jó volt látni, hogy az édesapám énekel ott. Az édesapám vonza ezt a sok-sok tapsot és ezt a nagy ovációt. Simándi Józsefet Kossuth díjjal, érdemes és kiváló művészi címmel tüntették ki. Megkapta a Magyar Köztársasági Érdemrend középkeresztjét a csillaggal. Számos további díj és kitüntetés tulajdonosa volt, ám ő mindezek közül csak egyre volt igazán büszke. A síremlékén is rajta van, hogy a Magyar Állami Operáz örökös tagja. Ő erre volt a legbüszkébb. És arra, hogy nem emlékszik vissza, hogy ő félváról vette volna az éneklést, mert csak így lehet ilyen eredményt elérni, mint amit ő elért. Szegeden minden évben énekversennyel tisztelegnek a művész előtt. Ez az énekverseny kuriózum Magyarországon, mégpedig olyan szempontból, hogy átöleli a teljes magyar zenei képzésben levő énekelni tanulók táborát, illetve lehetőséget ad hazai és ifjú nemzetközi művészeknek is a megmutatkozásra. Jövőre 2016-ban Simándi József születésének 100. évfordulóján, tehát a centenáriumi Simándi énekversenyt rendezzük, amelynek én vagyok a művészeti vezetője, versenyigazgatója és hát mindenese. Simándi József jövőre lenne 100 esztendős. Az alkalomra a Magyar Állami Operaház is készül a nagyszabású Simándi 100 című programsorozattal, amelyet 2016 őszén rendeznek meg. A műsor második felében egy hegyvidéki festőművészt mutatunk be önöknek. Magyar Gábor számos hazai és külföldi kiállításon vett részt. Képeit Németországtól Argentínáig ismerik. Hogy melyik volt élete legfontosabb kiállítása, azt ő maga mondja el nekünk, vendégünk Magyar Gábor. Köszöntöm a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Ugye 30 éve, több mint 30 éve vesz részt csoportos és egyéni kiállításokon, nem csak Európában, de Európán kívül is. Hogyha most visszatekint erre a több mint 30 évre, akkor mi lenne az a csúcspont, amit kiemelne, amire a legbüszkébb? Hát mindenek előtt talán az, amikor valami fajta korlátokat nekem sikerült áttörnöm. Én sajnos olyan időszakban kerültem a pályára, és ráadásul olyan háttérrel, amikor ez nem volt annyira könnyű, mint egyébként tanul kollégáimnak. Nem érdemes erről hosszabban beszélni. Én valójában 11 évig dolgoztam inkognitóban, illetve készültem a pályára. Sajnos nem végezhetem főiskolát, ennek más okai vannak, nem akarok erről beszélni. De 11 év után kerültem a pályára, és akkor sikerült egy olyan falat áttörnöm gyakorlatilag, ami mindenféleképpen nagyon jelentős volt az én számomra. Az, hogy inkognitóban készítette a képeit, az azt jelenti, hogy jelentek meg, kiállításon láthatóak voltak ezek a képek, de nem szignózt őket? Vagy, nem. Vagy ez hogy történt? Nem egészen. Valójában én, nekem ez egy felkészülési időszak volt. Én nagyon sokáig megsemmisítettem a képeimet, mert nem voltam vele elégedett. Én valójában az inkognitóban való művészlétet, ezt úgy gondolom, hogy már maga a felkészülési időszak, a pályáról felkészülési időszak is a művészlét része volt, és ez zajlott inkognitóban. Amikor az első képeimet úgy éreztem, hogy megmutathatom általam nagyon tisztelt idősebb mestereknek. Kik megmutatta meg az első képeit? Dein Pál nevét mindenféleképpen megemlíteném, ő volt az, akit elhívtam magamhoz és megmutattam a képeimet. Én akkor már ismertem őt, mert egy múzeumban volt szerencsém dolgozni, Szentendrén, és hát ő a szentendrei művészek egyik nagy, most már klasszikusa, de akkor is egy nagyon tekintélyes alkotója volt. Akkor léptem nyilvánosságra, de az előtti időszak képeit én megsemmisítettem, mert nem tartottam eléggé érdemesnek arra, hogy nyilvánosság elé tárjam. De már művésznek éreztem magam. Nagyon sok kollégám, talán nem szép dolog, hogy ezt mondom, de nem igazán kiforrott
gyerekként lép pályára. Én talán az alkatomból is fakadóan én igyekeztem egyből egy tökéletes dolgot létrehozni, és ameddig azt nem sikerült létrehoznom, addig én nem igazán szerettem volna ezeket megmutatni. Akkor gondolom, ez a precizitás, mint alapvonás önben, ez máig megmaradt, hogy a legtökéletesebbet szeretné láttatni, vagy megmutatni. Én azt hiszem, hogy másképp nem is érdemes. Úgy sem sikerül mindig tökéletesnek lenni, azt hiszem, hogy ez természetes. Nem csak én vagyok ezzel így, hanem rengeteg festő, meg hát más művészeti ágakban is, gondolom. De ez a törekvés, ez mindenféleképpen benne van arra, hogy bennem van arra, hogy a tökéletességet valamilyen módon megragadni és létrehozni, vagy felmutatni. Világos, emlékszik arra a pillanatra, amikor eldőlt, hogy ön művész szeretne lenni? Hát most nyugodtan mondhatnám azt, hogy én nagyon pici gyerek voltam, még amikor elkezdtem rajzolgatni, hát ugye mindenki ezt mondja. Igen, valóban hát, elég korán elkezdtem. Megreked ezen a szinten is. Igen. 70 tájékán cirka második időse korom körül éreztem úgy, hogy ez nekem egyre fontosabbá váló terület lett. Egyre több mindenről úgy gondoltam, hogy ezen a vizualitás körében tudom megmutatni azt, amit egyébként szóban nem lehet elmondani. Melyek ezek a gondolatok? Lehet ezeket valamiféleképpen tematizálni, vagy hogyan ragadható meg az ön mondani valója? Én azt gondolom, hogy tudni kéne azt egyébként valójában, hogy mi a művészet. Mi az, amiről beszélünk, amikor a művészet szót említünk, és ki mire gondol. Nagyon sokan mostanában művészetnek tartanak olyan dolgokat, amik sokkal inkább az én benyomásom szerint inkább a szórakoztató ipar, vagy a dekorációs ipar tárgykörébe, vagy körébe tartozó dolog. Úgy fogalmazhatnám meg, egyszer ezt egyébként egy kiváló ember megfogalmazta előttem, ha rosszul idézném, akkor tőle elnézést kérek, minden társadalomban és minden emberben él egy kép arról, valahol a lelke mélyén, vagy egy érzés, inkább azt mondom, hogy régebben tökéletes volt minden, vagy tökéletesebb volt minden, mint most. Tehát mindenki úgy érzi, hogy most rosszabb a helyzet valamivel. Ezt a nagy világvallások is egyébként, most elég messze kanyarodom, de muszáj elmondanom. Ugye a kereszténység túlvilági képe, a paradicsomi képe, az iszlám, vagy akár bármelyik, vagy a nirván, a buddhizmusban, bármelyik vallás ismer egy olyan tökéletes állapotot, amire tulajdonképpen három dolog jellemző. Ezt az Ógyrodó fogalmazta meg a legpontosabban. Én hallomásból mondom, ez annyira szíven ütött ez a gondolat, és annyira úgy éreztem, hogy az sajátom, hogy egyből magamévá tettem. Erre a dologra, erre a világra három dolog volt jellemző. Egyrészt a szépség, az esztétika, a biztonság, ami logika, és a jóság, amit etika néven nevezek a görögök. Most ez a három dolog jellemző erre a bizonyos túlvilági vagy más világra. Ez egy világkép, egy tökéletes világkép, amit ez a három dolog jellemez. A műben ez a világkép jelenik meg, illetve ennek kell megjelennie, mondom persze az alkotó tehetségétől függően, vagy éppen az adott lehetőségétől vagy intuíciójától függően, ez a világkép jelenik meg. A szórakoztató ipar, vagy a dekorációs ipar, az pusztán az esztétikát veszi alapul. Ez nagyon furcsa dolog, mert az, hogy kinek mi esztétikus és kinek mi tetszik, az nagyon nagy szubjektív tartalommal bír. Ezért ezen a területen dolgozók igyekeznek általában eltalálni a néző, befogadó, olvasó, hallgató, attól függ, hogy milyen műfajról beszélünk, ízlését. Az abszolút érték, vagy a pont, ami megcéloz a művész, az a befogadó ízlése, a közönség ízlése gyakorlatilag. A műalkotásban egy egységes világképet hoz létre a művész, és ahogy mondtam, a befogadónak kell úgy fordulnia, hogy rátaláljon erre a világképre, ami a műben van. Ez egy magatartásbeli különbség egyébként a néző részéről is, meg az alkotó részéről is, hogy mit hoz létre gyakorlatilag.
Most a művészet az ez a világkép, ennek a világképnek a felmutatása. Ez nagyon fontos, és ennek én azt gondolom, hogy társadalmi funkciója is van, hiszen egy olyan világban, amikor hihetetlenül gyorsan változik minden, és másodpercek alatt új problémák bukanak fel az ember életében, akkor szüksége van mindenkinek arra, hogy megkapaszkodjon valami fajta etalonban. És a művészet az ez az etalon. Ez, ha az ember hajlandó időt fordítani rá, és arra a lelki tevékenységre hajlandó, amit egy kép befogadása, vagy egy zene meghallgatása, befogadása, azt kell, hogy mondjam, jelent, akkor éppen ezáltal, a gesztus által oly mértékben épül föl a személyisége, amilyen mértékben, és nagyon csúnya dolgot fogok mondani, biztos rengetegen fognak tiltakozni, amilyen mértékben épül le a személyisége, a pusztán szórakozni akar. Nem hiszem, hogy a kép az általában ki akarna fejezni valamit. Szóval nagyon rosszak a szavaink hozzá, mert ha én ezt el tudnám mondani egyébként, hogy miről van szó, akkor költő volnék, ugye, vagy író, és nem festő. Megfoghatatlan dolgokról beszélek. Mindenféleképpen egy másik világról akarok valamilyen módon hírt adni, mert azt gondolom, hogy a valóságnak egy nagyon kis része az, amit tapasztalunk, megfoghatunk, megehetünk, stb. És nagyon nagy része, én úgy érzékelem, hogy nagyon nagy része az, ami sokkal fontosabb ezeknél a per pillanatnyi materiális megfogható dolgoknál. Akkor máshogy kérdezem, bár nyilván ezek sem megfelelő szavak akkor erre, de hogy milyen egyéni hangot szeretne megütni, hiszen fontos, hogy egy művész karakteres, egyedi legyen valamiféle célja. Inkább az, hogy egy karakteres legyen és egyéni. A legtöbb művésznek az a célja, hogy valamilyen módon létrehozzon valami abszolút értéket. Én azt gondolom. Aki nem erre törekszik, azt én nem annyira tartanám művésznek. Ez egy más kérdés. Ez egy nagyon jó iparosa vagy szakértője a szakmájának, de az nem egy művészi létforma. Mindegyikünknek a lelkén, a mentalitásán keresztül jön elő az, amit létrehozunk. Nem szükséges arra törekednünk, hogy külön önálló hangunk legyen, az úgyis létrejön, ha valaki bírta elég tehetséggel. Nagyon sokan tanulnak olyan mestereknél, akiknek az egyénisége rányomja a bélyegét a tanítványaira. Sokan bizony nehezen is tudnak elszabadulni. Nekem e tekintetben szerencsém volt, mert én választottam ki a saját mestereimet, és nem olyan módon tanultam, miután nem végeztem főiskolát, mint ahogy a tanult kollégáim végeztek, de azt gondolom, még így is azokat az embereket, akiket én mesternek tartottam, azoktól az emberektől én rengeteg sokat tanultam, és nyilván valamilyen módon meg is jelenik az ő tevékenységük az én, főleg a kezdeti munkáimban. Ez egyébként egyáltalán nem baj. Ez egyáltalán nem baj. Én azt gondolom, hogy egymásra épülnek ezek a dolgok. Aztán mindenkinek ugye kialakul a saját egyéni stílus, a saját egyéni látásmódja, mindenki másként látja a világot, és ezt próbálja valamilyen módon, nyilván a technikai felkészültsége növekedésével ezt próbálja valamilyen módon formába önteni. Ugye ezt többször említette, hogy nem végezte a főiskolát. Ez hiány, vagy ezt hogyan élte meg? Én azt gondolom, hogy bizonyos szempontból előny, bizonyos szempontból kétség kívül hiány. Sajnos nagyon sokat számít manapság is az, hogy kinek miről van papírja, bizonyítványa, végzettsége. A művészet szempontjából, vagy az önpályája szempontjából van ennek jelentősége? Én azt gondolom, hogy talán igen. Én mindig szerettem volna tanítani, sajnos azt nem tehettem. Mentségemre szolgáljon, hogy abban az időben, ez még 89 előtti időszak volt, én az ifjúság, ahogy akkor mondták, szocialista szellemi nevelésére alkalmatlan vagyok. Hát ez világnézetemből fakadóan történt így. Örülnék, ha most taníthatnék, és szerettem is volna mindig tanítani, de amikor odaig jutottam volna, hogy én akár tanári diplomát is szerezzek, mondjuk a művészi tevékenységem mellett, addigra már annyira a pályán voltam, hogy nem igazán látszott értelme akkor belefogni. Az nagyon elkanyarodtunk az elejétől, ugye ez volt a kiinduló kérdés, hogyha említeni kéne egy kiállítást, vagy egy munkát, akkor mi lenne az?
Hát nem nagyon tudnék ilyeneket mondani, nagyon sok kiállítás volt, ami fontos, mindig a legutolsó kiállítás legfontosabb az ember életében, és minden kiállításra úgy készülök, hogy az lesz az életem legfontosabb kiállítása, akárhol is van, mert valamilyen módon azért, hát adok is magamra annyira, hogy azért nem adok ki valamit a kezemből, anélkül, hogy meg lennék vele elégedve, meg ugye a kiállítás lezajlik, sajnos elég sokszor egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy viszont nélkül, és utána az ember szem előtt ott a következő kiállítás, amire készül, és ismét egy lehetőség, hogy valójában az emberek elé tárja a munkáit. Senki sem magának dolgozik, és senki sem műteremnek. Mindenki szeretné azt a nyilvánosságot elérni, amiről úgy gondolja, hogy megérdemli. Lehet, hogy legtöbbünk többet gondol arról, vagy többet vár attól a nyilvánosságtól, de azt gondolom, hogy általában a művészet nagyon kevés nyilvánosságot kap. Nagyon fontos lenne társadalmi szempontból, nagyon fontos lenne a művészeti nevelés a személyiség fejlődése szempontjából, és hát éppen a Magyar Művészeti Akadémia elnöke, Fekete György mondta azt, hogy sajnos a vizuális kultúra mérhetetlenül alacsonyan van Magyarországon, és ezzel egyet kell értenünk, mert én azt tapasztaltam, hogy még a térlátást is elvesztik valójában felnőtt emberek sokszor. Hogyan lehetne ezen szerint változtatni? Vagy kinek a feladata, hogy ez változzon, ez a tendencia? Önöknek, művészeknek kellene tudom, valamit hiszem, tenni? Mi nekünk az a dolgunk, hogy létrehozzuk a műveket. Mindenféleképpen annak a társaságnak, és általam sokra becsült ember van ebben a társaságban, annak kéne többet tenni, aki a művészet és a nagy érdemű között helyezkedik el. Most ezt nem rossz értelemben mondom, tehát művészettörténészek, galériások, kurátorok, sokkal többet kéne tudni arról, hogy mi jön létre az országban. Nekem sajnos az a benyomásom, nagyon sok művészettörténész ismerek, és biztos megint sokan meg fognak rám haragudni, meg tudnám számolni a két kezemben, hogy hány olyan embert ismerek, akit valóban előítéletek nélkül minden érdekel. Tehát úgy képes elmenni valakihez, hogy teljesen nyitott lélekkel. Nem tudom, hogy nem tudják kikerülni sokszor azt a dolgot a művészettörténészek sem, meg hát nem lehet minden művészhez elmenni, ugye ez természetes dolog, végül is vagyunk azért pár százan. Nem lehet úgy elmenni, hogy mindenkiről valamilyen módon valami tudást szerezzenek. Egyébként elég sokan vannak, gyakorlatilag lehetséges volna. Nekünk nem az a dolgunk, hogy adminisztráljuk magunkat és valamilyen módon nyilvánosságot teremtsünk magunknak, az az ő dolguk volna. A mi dolgunk az, hogy mi létrehozzuk a művet. Én nekem az az érzésem, hogy egy művész többet foglalkozik egy művészettörténész tevékenységével, már csak azért is, hogy által a nyilvánossághoz jusson, mint amennyire egy művészettörténész foglalkozik egy művész tevékenységével. Most ezért engem nagyon meg fognak szídni, az biztos, de sajnos ezt folyamatosan tapasztalom. És még egyszer, tisztelet a kivételnek, nagyon sok tisztességes és nagyon odaadó és nagyon intelligens és rendes embert tudok, aki jól teszi a dolgot, de nagyon sokan vannak, akik bizony, én azt gondolom, hogy sokkal többet fordítanak a saját pályájukra, mint a művészettel való foglalkozásra. A Galéria 12-höz miért csatlakozott annak idején, amikor elindult a Galéria 12? Nagyon sok embert ismertem onnan, és nagyon jó barátaim vannak köztük. Hát aki vezeti a Borzateri, az egy kiváló ember egyébként, és hát az ő hívására csatlakoztam. De valahogy az évek folyamán nagyon megtaláltuk a hangot egymással, én azt gondolom. Ez egy nagyon jó társaság. Nagyon azon kívül, társaság. Hogy ez a társaság még hogyan jellemezni, vagy hogyan lehetne jellemezni azok számára, akik nem ismerik? Minden társaság valamilyen módon heterogén. Nyilván nem vagyunk egyformák, nyilván különbözik a képességeink, más területeken dolgozunk, vannak köztünk iparművészek, textilesektől kezdve, szobrászokig, rengetegféle ember dolgozik együtt, de akármilyen kiállítást hozunk létre közösen, sokszor bizony a kurátor meg is van egy picit ijedve, hogy annyira heterogén anyag jön össze, hogy ebből valamilyen módon egy egységes kiállítást rendezni nagyon nehéz volna, de mégis mindig összeáll a végén. Az ön számára egyébként ez a közösség mit adott? Nagyon sokat, és számomra minden közösség nagyon sokat ad, mert én nagyon szerettem
nézni a többiek tevékenységét. Nagyon sokat, sok inspirációt kapok másoktól. Tehát én nagyon kíváncsi vagyok mások munkáira, én mindenhova elmegyek, ahova csak el tudok menni, és mindenki életes megnézek, ahova egyáltalán eljutok. Sajnos nem mindenhova jutok el, de igyekszem mindent megnézni, mert mérhetetlenül inspirál mindenkinek a munkája. Most függetlenül attól, hogy egyébként az én világomon belül van, vagy azon kívül van, hogy én egyébként nyilván azért megvan a véleményünk egymásról, tehetségesnek tartom-e, vagy kevésbé tehetségesnek tartom. Tiszteletre méltó mindenféleképpen az az igyekezet, ahogy egy alkotó, egy ember, egy művész ember létrehozza a munkáját, és ezt a tiszteletet, ezt mindenféleképpen meg kell adni mindenkinek. Képességétől függetlenül. Én azt gondolom, és hogyha ezt megadja az ember, akkor nagyon sokat kap. Nagyon sokat kap. Egyébként a művészetet éppen úgy kell megközelíteni, mint ahogy a másik embert. Odaadással, odafigyeléssel. Nem azt elvárni, hogy én elmondhassam a saját problémáimat, rátestáljam, és akkor hallgassam meg, aztán onnantól kezdve nem érdekel, hanem nyitott lélekkel. És erre a nyitottságra van szüksége ahhoz is mindenkinek, hogy a művészetet be tudja fogadni. És akkor rettetesen sokat lehet tőle kapni, nagyon sokat. Most milyen munkákon dolgozik? Képeket festek. Igen, képeket festek. Gondoltam. Több dolog is foglalkoztat most, hát nagyon nehéz lenne elmondani. Én egy kicsit most egy kicsit szakmánynak tűnik, amit mondok, kicsit a nonfiguráció és a konstruktív formák vonzásában is, meg egy kicsit a figurativitás, egy kicsit az organikus formák között van az, amit én csinálok, és hol ez a terület vonz jobban, hol az a terület vonz jobban. Mindenféleképpen azt gondolom, hogy a világban éppen úgy létezik ez a kétféle mentalitás egymás mellett egyébként, és együtt is, mint hogy az embernek a jobb és a bal agyfélteke, a racionális és az intuitív agyfélteke is végül is belefér valamilyen módon a fejébe. Ezt szeretném valamilyen módon úgy összhangba hozni, egy olyan összhangot teremteni között a két világ között, minden egyes képemben egyébként, hogy ez más számára is egyértelmű legyen, és megfogható, vagy megragadható legyen. Hol láthatjuk legközelebb a műveit, hol lesz kiállítása? Hát most konkrét önálló kiállításomra egyelőre nem készülök, vagy legalábbis nem nagyon van lehetőségem. Kollektív kiállítások azok lesznek itt-ott, ahol szerencsém van részt venni többiekkel együtt. Nem csak a Galéria 12-ben, ott éppen most zár egy kiállítás, ugye, ami az Arszakra keretében nyílt, de aztán később lesz a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének a szervezésében egy kiállítás majd Szentelén a Művészetmalomban, ahol részt fog venni egy képpel, de ott nagyon sokan leszünk egyébként, az egy országos gyűjtőkörű kiállítás lesz. És nem is tudom írtán felsorolni, mindig van egyébként évente 5-6 olyan kiállítás, ahol az ember megmutathatja azért a munkáit. Köszönöm szépen, hogy itt volt nálunk. Én is köszönöm szépen. Kedves nézőknek pedig a figyelmet köszönöm, mert Kultúrpont a legközelebb egy hét múlva szerda este 8 órakor jelentkezünk. Viszontlátásra!